Több mint 40 évvel ezelőtt az alkotás teremtő ereje hozta létre a Szárhegyi Alkotótábort. A 4 évtizedes tevékenység alatt összegyűlt képzőművészeti alkotásokból láthatnak válogatást az érdeklődők a kulturális központban. A Gyergyószárhegyi Alkotótábor 2014-ben lett 40 éves. Egy szinte romokban heverő kolostorból egy élhető otthon teremtettek, és olyan művésztelepet biztosítottak az alkotók számára, amelybe a berendezési tárgyakat is a teremtő közösség hozta létre. Táborokat szerveztek, amelyek során kapcsolódva a művészek tevékenységéhez megalkották a képzőművészeti tárgyakat. Az erdélyi és romániai képzőművészet egyik leghitelesebb és legszámosabb alkotással rendelkező tábora. Több mint 2000 darabból álló gyűjteményünk van a 42 év alatt, ami itt az alkotótáborunkban összegyűlt, és hát az utóbbi, tehát ugye az elmúlt 15-18 évben igazi nemzetközi hírnévre is szeretett ez a tábor, tehát rengeteg külföldi vendégünk van, tehát most már egy nemzetközileg is jegyzett, szakmai verkeken belül jegyzett és számon tartott, nagyon-nagyon fontos és kiemelkedő alkotótábor, úgyhogy ennek a kis, hát egy kis betekintést hoztunk ebből az anyagból ide önöke. Az elmúlt több évtized alatt sokszor megváltozott a kifejezésmód, a képek központi témája és az alkotótábor élete is. Egyre nagyobb sikereket értek el. Az elmúlt időszakban kitapintható a stílusbeli változás a festményeken, amit igazán a politika határozott meg. Két korszakot lehet elkülöníteni működésében. 74-től 90-91-ig tartó időszak, ami egy nagyon saját, nagyon különleges hangnemet hozott létre Szárhegyen. Aztán a 90-es évek első fele az egy ilyen, kicsit egy ilyen útkeresés volt, egy picit egy ilyen újra magára találás volt, új utak keresése, tehát talán ezzel tudom legjobban jellemezni. Majd tulajdonképpen a 90-esek végétől, a második felétől végétől, na akkor kezdődött el az a fajta nemzetközi felívelése az alkotótábornak, ahol már valóban tulajdonképpen kiteljesedett és valóban elérte azokat a nemzetközi sikereket, amivel most jelen pillanatban is számon tartja. A 60-as és 80-as években meghatározó volt a figuralitás, a tájképfestészet. Akkor is sok útkereső művész volt, akik a kortársiasságot követték. Többnyire alkotó határozta meg, hogy a kép mennyire tér el a természetábrázolástól. Van egy nagyon erős posztnagybányai vonulata a Szárhegynek, azt azért kell tudni, hogy azért sok 70-es években, 80-as években még olyan alkotók jelentek meg, alkottak, akik ugye a nagybányai iskolának igazából a tanítványai voltak, és a nagybányaiságot ezáltal elhozták Szárhegyre, átadták. Tehát, hogy itt azért tetten érhető az a fajta természetközeliség az ábrázolásba, a tájképfestészet, a figurális festészet, de nyilván ezzel párhuzamosan megjelentek a fiatal generációk, tehát az útkeresések, az avantgárd hang, tehát hogy ezek már a kezdetektől is jelen voltak. És tulajdonképpen pont ez, amit az imént Szepesi Béla is említett, hogy tulajdonképpen pont ez a szép az egész Szárhegy jelenségbe, hogy a hagyományos képzőművészeti irányzatok nagyon szépen megférnek egymás mellett. A kortárstól az új útkeresési formáig minden terület megtalálható és kiegészítik egymást. A Szárhegyi Alkotótábor más, mint a többi, mert míg a legtöbb alkotótábor időszakos, ez egész évben működik. A létrejötte sem szokványos. 3 fiatal, 2 képzőművész és egy újságíró elhatározta, ehhez az akkori Római Katolikus Egyház vezető embere, Márton Áron püspök hozzájárult, nekik adta bérbe az épületet 30 évre, néhány, tehát ilyen szimbolikus összegért, néhány fillérért, és az egész település, az egész falu társult ehhez a kezdeményezéshez, és a romos állapotban lévő ferences kolostort együtt újították fel, együtt teremtették meg a körülményeket, és hát a népművészeti táboroktól kezdve a gyerekfoglalkozáson keresztül a művészetnek szinte minden ágára kiterjedt, tehát ez a fajta egyetemlegesség az, amely ezt különlegessé, egyedivé teszi. 2800 alkotást végignézni nem kis idő és nem is egyszerű. Ebből kiindulva persze nehéz volt a kiállítás anyagát összeállítani. A legfontosabb csomópontokat keresték meg. Mindenképpen az alapítók, Gál András, Márton Árpinak a munkáit, a hozzájuk csatlakozó, Nagybányához kapcsolódó irányzatot képviselő Balla József
Aurea Csupe munkásságát is megjeleníti, de ugyanakkor a kortárs törekvésekre is nagyban odafigyelt, tehát amely nagyjából a 2010-es évektől jellemezte a tábornak a működését egyrészén, tehát azokat a konceptuális nature art vagy természetművészet alkotások is megjelenjenek, tehát hogy mindenből kapjon ízlelítőt a szemlélő. A megnyitón a Filiae Solaris kórus énekelt. A kiállítást június 20-áig tekinthetik meg a Kulturális Központban nyitvatartási időben.